Gondolják el, kedves nézők, hogy mennyi minden történt mondjuk önökkel az elmúlt 3 hónapban, és mondjuk képzeljék hozzá azt, hogy mind ez a 3 hónap mondjuk úgy telt volna el, hogy egyedül vannak egy vitorlás hajón, és még versenyezni is kell, meg még az elemekkel megküzdeni. Jó estét kívánok! Azt hiszem, ebből talán kiderült, hogy Fanándor a mai fehérvári beszélgetések vendége, aki hát nagyjából 3 hónapot töltött ilyen körülmények között, amit én fölvázoltam, de hát ez édes kevés ahhoz képest, ami valójában történt. Jó napot kívánok! Jó napot! Hát milyen volt ez a 3 hónap? Szinte teljesen egyedül. Már fizikálisan nyilván teljesen egyedül, de... Az eleje még egy kicsit furcsa volt, amíg eljutottam odáig, hogy lélekben és tudatalatt is egyedül legyek. Eleinte ahányszor becsuktam a szemem, annyiszor népesült be a fedélzet, és ez nekem nagyon furcsa volt. De egy ilyen 2 hét után eljutottam oda, hogy már álmomban is magam voltam, és az olyan fontos dolog volt, attól kezdve szólóban. És hát elvileg a Vendée Globe, amit csináltam, az egy téli verseny. Ugyan mi elindulunk itt novemberben, egyenlítő, és a déli nyárban megyünk végig, és utána megint egyenlítő vissza a február elejé északi télbe. De a déli rész az annak ellenére végig hideg, hogy ott az ottani nyárban megyünk, azért ott hó esik, és mínuszok vannak. A vízhőmérséklet ilyen 4-6 fok, annyi van a hajóban is. Tehát egy nagyon hideg 3 hónap volt ez nekem. És amikor éppen meleg volt, az annyira hirtelen lett meleg, hogy alig tudja az ember elviselni, nincs idő aklimatizálódni. Nagyon meleg van, és akkor hirtelen csak megint nagyon hideg. Úgyhogy ez egy ilyen szempontból nehéz, ugyanakkor hát a verseny miatt meg megint csak technikailag nehéz 3 hónap volt, de hát ezt vállaltam, ezt csináltam, és igazából én élveztem is csinálni, de a 3 hónap az hosszú. Szóval azt jelentem akkor is hosszú, hogyha az ember pontosan tudja, hogy mire vállalkozott. És a végére eléggé elfáradtam ennek a 3 hónapnak, sőt több mint 3 hónap volt, ez 93 nap valamennyi. 93, és az 22 óra, 52 A végén már percek is sok volt, amikor az utolsó éjszaka jöttem itt a Biscay-öbölbe befele. Még mindig rossz idő volt, és úgy éreztem, hogy soha az életben nem lesz ennek vége. Akkor még mindig sok volt hátra, tehát itt a percek is végén már sok volt, és aztán egyszer csak megérkeztem, és utána már nagy öröm volt. Tehát túl lenni egy ilyen úton, az óriási elégtétel és öröm, hogyha az embernek sikerül úgy megcsinálni, hogy elégedett legyen vele, és nekem ez most olyan volt. És közben lehet élvezni a Vendée Globe-ot? Aki nem a teljesítményben keresi az örömét, az csalódik, mert a Vendée Globe az nem az örömről, nem a kényelemről, nem a szórakozásról szól. Itt szinte minden a komfortzónánkon kívül történik. Tehát, hogyha én úgy vitorlázok, hogy az nekem olyan jó érzés, akkor valamit rosszul csinálok, akkor alul van vitorlázva a hajó. Tehát nem, az, amikor én úgy érzem, hogy hú, ha ez már sok, hogy lennék le belőle, akkor nekem azt írja ki a program, hogy növelnem kell a vitorlázaton. Úgyhogy ez egy kemény világ, és hozzá kell, agyilag hozzá kell idomulni. Én a verseny legelején mindjárt átkapcsoltam az agyamat egy gépi üzemmódba, hogy véletlen se éljek érzelmi életet a pillanattal, az, hogy most nekem lefagy a kezem, vagy elfáradtam, vagy éppen tocsakosra izzadtam a ruhát magamon azért, mert 2 órája dolgozok egy vitorla cserével, és mire a végére érek, addigra kezdhetem előről, megváltozott a szél. Tehát ezeken nem lehet, nem szabad érzelmi életet élni. És teljes mértékben ilyen gépszerűen kell működni, hogy amit tenni kell, meg kell tenni, és nincs mese, és amit a komputer mond, ha az A2-es genekernek kell fönt lenni, akkor annak kell fönt lenni. Ezért kimehetek körül, nézek, hogy ja Istenem, a felhőzet most milyen, de attól még előbb-utóbb nem úszom meg, föl kell húzni az A2-t, és azzal menni tovább. Tehát ez összes olyan menet, képesség, tulajdonság, feladat, az jócskán, ami komfortzónánkon kívül zajlik, és ennek meg olyan fárasztó is. Vannak nappalok, éjszakák, hétfők, keddek? Vannak, csak nem foglalkozunk vele. De ugye az átlagember úgy éri az életét, hogy bejön dolgozni, 4 óra várja a nap végét, lefekszik aludni. De ez nem az. Ez nem az. Ez nem az. Itt az éjszaka és a nappal között az csak a különbség, hogy az ember föltesz egy fejlámpát a fejére, és lámpával csinálja mindazt, amit kell. Perceket alszik, és bármely napszakban,
Én ágyban szinte soha. Néha megengedtem magamnak ezt a luxust, és mindig ráfizettem vele, mert mindig valahogy annyira mélyen elaludtam, hogy egy-két órát átaludtam abból, amit nem lett volna szabad, úgyhogy nem mertem ágyba feküdni. De mi történt például ilyenkor, mondjuk az egyik ilyen alvásnál? Túlhúztam egy csapást. Tudtam, hogy megyek valameddig, és itt aztán majd meg kell fordulni, vagy megharzolni, és másik irányba menni, és ha az ember fél órával tovább alszik, mint eltervezte, ami előfordulhat. Volt nekem egy ilyen tojásfőző órám, de nem kerregett, és nem ébresztett föl. Elaludtam, és túlmentem egy fél órával azon, amin kellett volna, és ott már egy-két mérföldet veszít az ember, és ez mindig hatványozottan jelentkezik, hogy ha veszítettem, akkor már késésbe vagyok egy másik szélhez, egy másik taktikai lépéshez, stb. Szóval akkor nem ugyanabban a nyomban járok, és az nem jó. Úgyhogy talán kétszer volt az, amikor így elaludtam a tennivalót, és utána már nem mertem ágyba feküdni, teljesen mindegy, hogy mi volt. Milyen biztonságosnak, kényelmesnek látszott. Ledőltem úgy ruhástól, vízhatlan ruhástól babzsákra, és ott aludtam perceket. Ott mindig az volt, hogy kinyitottam a szememet, és a műszereket láttam. És pontosan tudtam, hogy mi történik a hajóval, és hogyha a babzsákon ébredek, azonnal ugrok, és teszem a dolgomat, ki tudok menni, ha vizes, ha nem vizes. A ágyból nem lehet kiugrani, mert ott nem vízhatlan ruhába fekszik be az ember. Úgyhogy nem feküdtem ágyba, csak babzsákra ledőltem percekre, és az volt a pihenés. Tehát ennyi a nappal és az éjszaka között a különbség, hogy fejlámpa, és ugyanúgy teszem a dolgomat, tehát ugyanúgy cserélek vitorlát, ugyanúgy ráhúzok, ráengedek, kirefelek, berefelek, ülök a térkép vagy a komputer előtt, és navigálok, és hát összeadva a napi 4-5 órát töltöttem komputer előtt. Ennek egy része az volt, hogy ha bármi történt, én azonnal mindjárt leírtam. Nekem nagyon fontos volt, hogy melegébe leírjam a dolgokat, amíg élénken él bennem, hogy mi történt. Mert két órával később nem is emlékszem rá, nem, hogy nem tudom leírni rendesen, nem emlékszem. Ezért aztán én mindig azonnal mindent leírtam. És magával a navigációval, hogy én merre megyek, az adott időjárást hogy használom ki, ma, holnap és 10 nap múlva. Ez egy nagyon komplikált, és nagyon fontos eleme a szóló vitorlázásnak és a globális vitorlázásnak. Itt nem azon múlik a menet, hogy én most mennyire vagyok gyors, hanem azon, hogy merre megyek. Kihozom az időjárásból, ami benne van, vagy nem hozom ki. És ilyen szempontból nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy hibátlan meteotaktikai pályán menjek, és ez sikerült is. Talán ez a néhány mérföld, amit veszítettem elalvás miatt, ennyi volt az összes negatív. Ugyanakkor hát 93 napig meg nagyon precízen, nagyon fegyelmezetten betartottam mindazt, amit be kellett tartani. És létezik olyan egy vendéglóban, hogy akkor most ideális minden, és látja előre a különböző időjárási körülményeket, és na most akkor minden vitorla ott van, ahol van, és akkor most egy picit leülhetek, és tudom, megpihenhetek. Létezik ilyen? Van ilyen, igen, hogy ne. Volt olyan, amikor szépen felhúztam mindent, és nem változott meg éppen azonnal a szél, hanem tényleg jól is ment a hajó. Elégedett voltam vele, jó sebesség, kihoztam a 100%-ot a hajóból, és akkor leültem, csináltam egy nagyon klassz forró mézes teát magamnak, és akkor azt az embert szürcsölgeti, vagy csináltam egy élelmet magamnak, ami egy ilyen liofilizált zacskós kaja, amit az ember fölforral, és meg lehet enni. Szóval voltak ilyen áldott pillanatok, amikor az ember jól érzi magát a bőrében, de ezek csak percek. Szóval nem lehet órákban vagy napszakokban mérni. Van egy-két perc, aztán megint ugrik és teszi a dolgát. Szóval ezt tudni kell, aki versenyvitorlázásra adja az óceánon a fejét, hogy az nem a szórakozás kategória, hanem az a kőkemény meló kategória. Az, hogy mennyien követték az ön versenyét, illetve a célba érkezés nagyon jól mutatja, hogy engem nagyon sok helyen megállítottak, hogy láttam, hogy kim voltál, amikor a Fanándi célba ért. Ezáltal rengeteg kérdést kaptam, hogy akkor vajon a hajón mit tesznek, hallgat-e zenét, lehet egyáltalán zenét hallgatni, pihenni, hogyan tisztálkodnak, és a többi könyvet olvasni. Milyen az élet ilyen, ebből a szempontból? Mert azért ez is sokakat érdekel. Ez mind fontos kérdés, amit itt elsorolt, de ezt csak egyenként lehet körbejárni, szóval ez nincs olyan, hogy most légy szíves, írd le egy napodat, mert hát, ahogy említettem, a percekre az ember helyenként nem emlékszik vissza, mert annyira a pillanatban él, a jelenben él, nem létezik múlt és jövő. Kint a hajó nincs ilyen, csak jelen van. És megnézem az időjárást, én tudom, hogy mi fog következni holnap után, de csak arra koncentrálok, amit most kell csinálnom.
Az ott van a szürke állományban, a komputerben, a routingban kiírja nekem a nyilat, hogy merre megyek, mert levezeti az útvonalamat. Kiírja ott egy listán, hogy milyen fizikai paraméterek szerint hogy halad a hajó, hol vagyok most, milyen vitorlával kell menjek, és miért kell ezzel a vitorlával menjek, mert ilyen szélszögön, ilyen szélerő, stb. Ez helyenként igaz, helyenként nem igaz. Nekem ezt felül kell bírálnom annak tükrében, hogy amit ő kiírt, az van-e a valóságban. És egyébként többnyire az van, de ezek a feladatok, ezek ott vannak az ember előtt folyamatosan kifüggesztve. És hát emellett kell aztán tisztálkodni. Amit majd egyszer elmesélek valakinek, hogy mit jelent a tisztálkodás hetekig, ami csak egy higikendős, levetem a trikómat, kicsit letörlöm magam, aztán vissza ugyanaz. Nincs zuhanyzó a hajóban. Nincs itt semmi, egy vödör, vagy műanyag vödör, és azt használom, amire éppen kell. De fürdés az, hát az egyenlítő környékén, lefele meg visszafele, len a déli vizeken 5 hétig, az csak ilyen higikendős, száraz takarítás, ez amit az űrhajósok csinálnak, nincs mesetere, nincs víz, nincs zuhanyzó, ezt nem tudod megoldani. Meg nem, más világ van ott, ez föl sem merül az igénye. De hát ott az egyszerű szükségleteket is bonyolult elvégezni, mert hát ebben nem megy. Kis dolog, nagy dolog, az mind nagyon komplikáltá válik, ahol 6 réteg gúnyát kell levetni az embernek magára, és közben lefagy a hátsó fele. És hogy ennek megvan a maga technológiája, de ezt megoldja az, aki ott van, és sokat nem érdemes róla beszélni, de része a hétköznapnak. Öltözködés az rétegről rétegre az ember veszi magára mindig többet, de aztán egyszer csak rájön, hogy minél többet veszek magamra, attól még nem lesz nekem majd melegem, nem érzem magam jobban, csak mindig nehezebben mozgok. És ugye a második rétegnél megáll, akkor visszavetkőzöm kevés rétegre, és hozzá kell szoknom a fázáshoz. Mert egyszer csak nem tudok megmozdulni, és ha megmozdulok, azonnal beleizzadok, és utána rám fagy. Úgyhogy ez nem jó megoldás. Az a jó megoldás, hogyha kevés ruhához hozzászokik az ember, fázik, ahhoz is hozzászokik, és az egyetlen jó megoldás ahhoz, hogy ne fázzon, az, hogy folyamatosan eszik. Nagyon sok kalóriát kell bevinni. Én napi kétszer-háromszor, déli vizeken kétszer-háromszor ettem főételt, ami elég nagy adag, ilyen liofilizált készétel. Azt felönti az ember, én ilyen emelt energiatartalmú és dupla adagokat ettem állandóan, legalább 3-szor naponta, és közte óránként minimum valami szárított gyümölcsöt, magvakat, valami nast, amit éppen kellett, kinyitottam egy konzervet, egy gyümölcskonzervet, bármit, mindig ettem valamit, és nagyon fontos volt, hogyha az ember elpuffant 6000 kilokalóriát, akkor legalább ugyanennyit pótoljon, mert különben elkezd vacogni. Annyira fázik, hogy didereg, és kopog lába a térképasztal szélén. Úgyhogy ez csak és kizárólag az étkezéssel lehet megoldani. Öltözködése nem szerencsés, mert az ember ellehetetleníti saját magát a sok ruhával. És finomak ezek? Tehát ehetőek ezek a kaják? Finomak. Nem, hogy ehető, hanem kifejezetten finom. Az más kérdés, hogy miután sokat fogyaszt az ember ezekből, a készlet az valamekkora, előbb-utóbb azokból, amiket szeret, kifut, az elfogy, és aztán ott vannak, amiket azért vettem meg, hogy változatosság legyen, de nem annyira szeretem, és egyszer csak az ember, hogy lögdösi félre az acskókat, hogy most ezt se, és talán valamikor itt visszafele az egyenlítőn volt úgy, hogy már a világon semmit nem kívántam, de ott már nem fáztam szerencsére, hogy nem volt ekkora fontossága, de éhezni nem akartam. Így aztán úgy gondoltam, hogy na, valamit eszem, de semmit nem kívántam meg abból, ami az orrom előtt volt, és elkezdtem föltúrni az egész ládát. Volt még nekem akkor legalább egy ilyen 60 napra való zacskós kajám, és legalul találtam egy termékcsaládot, amit eddig észre se vettem, hogy velem van, ez egy norvég, ugyanilyen liofilizált termékcsalád volt, és abban találtam olyanokat, amit először csak kíváncsiságból bontottam ki, csináltam, megettem, meg aztán rájöttem, hogy az nagyon finom, és akkor elkezdtem tudatosan kiválogatni a maradékot, találtam még 7-8 zacskó ilyet, úgyhogy az még eltartott a Zöldfoki szigetekig, attól kezdve meg hát ettem, ami volt. Most már valahogy ki kell bírni a partig. Mennyi maradt? Mennyi? Hány napra való kaja maradt? Egy ilyen 20 napra való ilyen zacskós, és egy 5-6 napra való vegyes mindenféle. Abból sokkal kevesebb maradt. Azért maradt kevesebb, mert az utolsó két hétben már habzsoltam.
Hát úgy akkor éreztem, már lehetett kalkulálni. Úgy éreztem, hogy igen, most már úgy haladok a routingból is, sok minden kiderült, hogy mikor érkezem, órára tudtam már, hogy mikor fogok megérkezni, hogy már nem kell spórolni vele, és akkor megengedtem magamnak napi két gyümölcskonzervet, akkor nem egyet ettem, megettem később még egyet, és aztán egyszer csak azok elfogytak. De az acskós készételből maradt legalább egy 20 napra való. Könyv, zene, tehát lehet ilyet? Lehet olvasni, lehet zenét hallgatni? Igen, igényeltem is, meg lehet is. Ha nagyon fontos kérdés időm, volt, hogy milyen zenét hallgat. Ezt mindenképpen a lelkemre kötötték, hogy ezt kérdezem, hogy milyen nekem zenét. Nekem egy nagyon széles spektrumú, hatalmas zenetárom van a hajón. Ennek a 70%-a komoly zene, de Bartók hegedű koncertója Yehudi Mehuninnal-tól, Scriabinon át, Csajkovszki, sok mindenki, komoly zenében egészen Havasi Balázsig, akit imádok, jó barátom. Jazzben én inkább régi vágású jazz rajongó vagyok, tehát nekem Miles Davis, Charlie Parker, Herbie Hancock, ezek voltak a kedvenceim, de hát nagyon sok olyan mai zene van, amit nagyon nehéz kategorizálni, ilyen mostani világzenének hívjuk, amikor kiáll valaki fúvolával, és valamilyen zenét csinál, amit nem lehet sehova tenni, nem komoly zene, nem jazz, semmi, hanem csak valami zene, ami élmény nyújt. Ilyenek is voltak nekem, egy francia fúvolistától. Napi zene, az a mai könnyű zene, ebből én kifejezetten szerettem a Muse-t, hallgattam elég sokat Coldplay-t, más könnyű zenei produkciókat, amiket most hirtelen meg se tudok nevezni, de jól esett hallgatni. Nagy élmény volt számomra Lajkó Félixnek a Mezője, azt én korábban is szívesen hallgattam, és amikor lent ott a Déli óceánon betettem a lejátszóba, akkor annyira rímelt a zene, a ritmusa, a dinamikája, az egésznek a hangzása, az ottani létre, a hullámzása, a hajónak a mozgására, a hajónak a zajaira, hogy vagy négyszer végighallgattam az egész albumot, és nagyon élveztem. És aztán előtte se, utána se, de akkor ott az nagyon szólt, és nagyon élveztem. Szóval ilyen zenei élmények voltak, és volt, amikor csak úgy kihangosítottam hangszórokon keresztül zenét, energiám volt hozzá, mert a szerencsére nagyon jól el voltam látva, a hidrogenerátorok nagyon jó energiát adtak. Tehát nem kellett spórolnom azzal, hogy mennyi zenét hallgatok. Tehát sok zenét hallgattam, 4-5 órát naponta legalább. És ha olyan volt, hogy nem akartam, hogy bömböljön, akkor van egy kis fülesem, és akkor azon keresztül hallgattam, de egy idő után azt már nem nagyon. És ha megtehettem, mondjuk pihenésképpen a babzsákon ülve, úgy éreztem, hogy most le tudok ülni 10 percre, vagy fél órára, de az alvást már nem engedhetem meg magamnak, mert bármikor ugrani kell, akkor olvastam. És mit? Tabletről olvastam, és hát Rejtő Jenőtől Marcus Aurelius-on át egészen Homéroszig sok mindenkit. Volt velem elég sok márai, mai francia szerzőktől, Michel Houellebecq-től olvastam egy könyvet, ami nekem nagyon érdekes és fontos. Ez a mai Franciaország, illetve a következő néhány év Franciaországának a víziójáról szól ez a könyv, hogy iszlamizálódik a francia társadalom. Hihetetlen izgalmas és egyben dermesztő könyv, úgyhogy bárkinek ajánlom, de ne könnyű és ne szép olvasmányra számítson, hanem akkor olvassa el, ha érdekli, hogy Európában mi történik ma, mi zajlik, mi az orrunk előtt, amit mi menekült kérdésnek tekintünk, hogy az valójában micsoda, ezt leírják hozzáértő emberek, ez a Sorbonon végzett bölcsész, aki ezt leírja ott a maga első személy megfogalmazásában. De ez is része volt az olvasmányaimnak. Machiavelli, sok mindenkit olvastam. Olvastam, hogy 3000 oldalt. Én mindig sokat olvasok, és gyorsan olvasok, és nagyon szeretek. Most volt is idő rá. Ugye azt mondta, hogy amikor ugye az a két hét, amikortól már ugye csak önmagával álmodott, ugye hogy addigra nagyjából, de már nyilván ez az elején tudatosan kellett, hogy gyakorlatilag az érzelmi életet azt ki kellett zárni. De hát mégis volt itt egy karácsony, a szeretet ünnepe, a család nélkül, egyedül, kint az óceánon. Igen, hát ez meg se sikerült. Volt persze, vittem is magammal mindenféléket, a kis ilyen titkos ajándékcsomagokat. Volt egy csomagom, ami ilyen karácsonyi díszletek. Volt egy ekkora karácsonyfám, amit felakasztottam a térképasztalra, fölé oda a műszerek közé. De azon kívül, hogy szépen
kötelességszerűen felakasztottam a díszeket, kiraktam a csomagokat, ezeket egyenként kibontottam, és nagyon örültem neki azon kívül, és beszéltem telefonon, egy ilyen műholdas telefonon keresztül a családommal, beszélgettünk egy fél órát. Azon kívül, ahogy megnyomtam a magamot, abban a pillanatban elszállt a varázs, és hát egy másodpercig nem éreztem karácsonyi hangulatot, csak amíg beszélgettünk egymással, annyi. Amikor meghallottam a hangjukat, attól kezdve, hogy kinyomtam ott, ennyi volt ez a, nem tudom, 15-20 perc, ennyi volt nekem a karácsony és a szilveszter is. Ott a hajón, amikor visszatér és legnyomom a gombot, és attól kezdve már csak a szél fütyül, a vitorlák csattognak, a hullámok zúgnak a hajón, attól kezdve nincs karácsony, semmi ilyet nem érez az ember. Hiába tudom azt, hogy most otthon valahol a világ túlsó végén van egy karácsony, hát nekem az nem az. Szeretném, az lenne, de nem az. Úgyhogy ez csak az agyamban létezik, az érzékeimben nem létezik. És ha már karácsony, ugye karácsonykor ajándékozni szoktak, kaptunk egy ajándékot, amit rajtunk keresztül küld önnek Kádár Nagy Lajos, ő egy Holló László díjas festőművész. Azt kell róla tudni, hogy hát ő sajnos megvakult, úgyhogy most már nem fest, hanem plasztikákat készít, és hát ő küldte el hozzánk. Nagyon érdekes, mert 77 éves az úriember. De jó. Ezért én is amikor elolvastam a levelet, egyből eszembe jutott, mert hogy levél is van. Ez varázslatos számom. Az ajándék mellé. Föltesz magának egy kérdés az úriember, hogy honnan veszem én a fáradtságot, hanem ő, hogy Fanándornak készítsek ajándékul, vagy bátorságot, hogy Fanándornak készítsek ajándékul egy kis plasztikát, és írja, hogy a szomszédom olvassa fel nekem naponta 700 nap a föld körül a Szent Jupát című könyvet. Ahogy haladtunk előre az olvasással, arra az érdekes megállapításra jutottam, hogy Fanándor életfilozófiája, értékrendje, humora, az hozzám bizony nagyon közel áll. Nem szégyellem kimondani, 77 évesen igenis felnézek a tőlem 15 évvel fiatalabb emberre. Erőt merítek az ő példájából, az életem korábban nagynak, komolynak vélt problémáim leküzdéséhez. No, ilyen apropóból készült az én személyes ajándékom, kérem, fogadja tőlem szeretettel. Utóirat, ha felénk jár, ne kerüljön el, egy pohár bor mindig akad a háznál, amivel kocinthatunk is. Ez a levél. Ez fantasztikus, köszönöm szépen. És hát... sok szeretettel köszöntöm az illető művész urat, ismeretlenül természetesen, és hát nagyon szépen köszönöm a szavait és az ajándékot. És engedje meg, hogy akkor átadjam. Ez a plasztika. Van benne könyv is, CD is. Majd előbb-utóbb megfejtem, hogy ez micsoda, de szép forma, az biztos. És biztos, hogy ezt is odaadom akkor. Köszönöm. Biztos, szépen. Hogy el fog jutni Kádár Nagy Lajoshoz, mert megígértük neki, hogy megkaptam, köszönöm. Úgyhogy én pedig egyedülre köszönöm a beszélgetést, és akkor folytatjuk. Ez volt Fanándorral készített első fehérvári beszélgetésünk, és hamarosan majd láthatják a másodikat. Viszontlátásra!